Már javában dolgoznak a kombájnok ezen a passzabb csúcs melletti 10 hektáros területen. A három gép néhány óra alatt végez a munkával, mintegy 7 tonna búzát betakarítva innen. Az aratás idén csúszásban van legalábbis tavalyhoz képest, amikor is ilyenkor már végeztek vele. Az őszi árpát már befejezték, a búzánál viszont még csak nagyjából a munka 15%-ánál járnak. A tolódásnak nem meglepő módon itt is az időjárás az oka. Össze még jó volt a növény sarjadása, és télen sem volt komolyabb probléma, a gondok az évelején kezdődtek. Tavasz elején ugye elég komoly fagyok értek, ez a búzát ugyan jelentősen nem befolyásolta, de azért megérezte. Inkább az utána jövő abszolút száraz időszak volt az, amelyik hát főleg a gyenge területeken, homokon már felsültek a növények, a jobb adottságú területeken még viszonylag jó állapotban voltak, és így érte a május végén az első esők, aminek nagyon örültünk az elején, mert gyakorlatilag korrigált az előtte való időszak hibái, problémáit. Viszont hát most betakarítás idejében már azt mondjuk, hogy most tényleg egy kis szabadidőt kaphatnánk, hát legalább egy 10-14 nap kellene, hogy befejezzük a betakarítást. Ha a folytatásban az időjárás kedvez, az aratásnak bérkombájnokat is igénybe vesznek, hogy minél hamarabb végezzenek, de jó esetben is augusztus elejéig húzódhat a munka. A kilátások egyébként nem rosszak a kalászosoknál, már a búza várható mennyisége is elfogadható, az őszi árpa pedig még jobban is sikerült, mint tavaly, legalábbis azokon a földeken, amelyeket nem vert el a jég. A minőség már más kérdés, ez nagyban függ attól, mennyire romlik az esés szám a következő napokban is várható eső hatására, ha ugyanis ezzel gond van, az a kenyér minőségén is meglátszik majd. Mindemellett persze a magas fehérje és a jó sikertartalom is fontos. A vállalkozó emlékei szerint egyébként az 1970-es és 80-as év volt hasonlóan kiszámíthatatlan. Erre azonban mindig fel kell készülniük a gazdáknak, hiszen az őszivetést követően a betakarításig majdnem egy év telik el, ez idő alatt pedig sok minden érheti a növényeket. Egyértelmű tehát, hogy nagy a kockázat az ágazatban. Szeretni kell ezt a szakmát. Én véleményem szerint lesz rá mindig vállalkozó, hisz a föld az alapja szerintem egész életünknek, hisz ugye itt termelődik meg a kenyér, úgy mondjam, az egyéb élelmiszerek. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy magas szinten, és úgy kell majd az utódainknak is tovább csinálni, hogy a EU-ba versenyképesek legyünk, vagy esetleg a még a nagyobb térbe, hisz ma már nem csak belföldön, hogy úgy mondjam, kereskedünk, hanem szinte most már a egész világpiac befolyásolja ugye a, hogy úgy mondjam, a értékeinket, és nyilván ez befolyásolja, hogy milyen eredményt érünk el. Az időjárás okozta károk enyhítésére a gazdák egyébként többféle támogatást is igénybe vehetnek, és Pásztor András elmondása szerint ki is használnak minden lehetőséget, sokan ugyanis csődbe is mennének ezek nélkül.